A Márkó és Barna síkideg legújabb epizódjában. Dizájnvásár. Szóval, hogy bekerülsz egy ilyenbe, és akkor mindig vannak az ilyen vicces furcsaságokat áruló standok. Hogy ez az nemezelt. Az ilyen nemezelt, bugyos, nadrágos hippi, akkor van utána az ilyen vicces dolgokból fülbevalókat készítő, aki mindenkinek a nővére. Bakelitlemezből, szemüvegkeret. Bakelitből csinált szemüvegkeret. Minden szar, ami létezik, levendulából. Az eladó csajnak, akinek egyébként ott van az ördögpálca mögötte, van-e hennából ilyen kis pöttyök itt fölötte, meg még a tavalyi ozorás karszalag? Akkor van, aki ilyen az ilyen momés csaj, aki a kanván készített grafikáit nyomt, aki egy képeslapra és 17 ezerért árulja. Márkó és Barna síkideg. Hello, Szió, Leon, Szió. Hi, everybody. Istenem, de jó. Sziasztok, nagy szeretettel köszöntünk benneteket. Ez itt a Márkó és Barna síkideg, az Indexen futó podcast, ezúttal megint élő közönség előtt. A Dántéból jelentkezünk, ami egy közösségi alkotótér, új, és nagyon szépen köszönjük nekik innen is a befogadást. És ma ketten leszünk, nem lesz vendég, ahogy látjátok, hogy ez egy ilyen intim. Elég leszek neked már a Barna? Elég intim leszel nekem, azt hiszem. Köszönöm szépen. És miért vagyunk ketten? Ja, mert nagyon hiányzott már ez a kis családias hangulat, meg nagyon sokan panaszkodtak, de hogy amúgy nekünk is nagyon hiányzott ez a családias hangulat, úgyhogy tökre örülünk, hogy itt most így ketten leszünk veletek, itt a helyszínen is, meg otthon a hangszórók és a tévékészülékek előtt. Az adás végén itt is lesz egy mikrofon, amit ti használhattok, és mondjátok el majd, légy szíves, hogy mi idegesít benneteket. Ez mindig, nekem azért nagyon fontos ez a rész, mert én ilyenkor keresem a Barna utódját. Tehát, hogy aki elég jót mond, akkor nem lesz szükség arra, hogy te is itt legyél velünk, Barna. Tök jó. Egyébként azt mondtuk, hogy nincs vendég, de van egy meglepetés vendégünk. Hölgyeim és uraim, Varga Judit! Nem, mert a Hajdú Péterrel még itt a backstage-ben arról beszélgetünk, hogy hogy kell interjút csinálni, és ő azt mondta, hogy ő mindig úgy szokta, hogy már a kérdésben elmondja, hogy mit kell gondolni a nézőknek, és utána nagyon hosszan elmondja az interjú alanynak is, hogy mit kell mondania. Az van, hogy annyira rossz ez a magyar métej. Zero Waste második kerület. Kedves csoport, Hüvi Nagyrét mellé keresek egy ágyat, anélkül kemény a föld. Az ideális ágy 100-110 centi széles, matracok van tartása, nem kifeküdt tovább, lehetőleg valamennyire szétszedhető, például IKEA-s, vagy legalább a matrac kivehető, mert a másodikra kell felvinni, nem túl széles lépcsőn. Köszönettel várok fényképeket itt vagy privátban. Ingyen, bazd meg! Tehát, hogy őnek igényei vannak. Zero Waste csoportban. De azt is odaírta, hogy bazd meg? Azt nem írta oda, és azt se, hogy ingyen, azt már én tettem hozzá. De én az elején még amikor mondta, hogy mert hogy a földön kényelmetlen, én azt hittem, hogy kinn akar hűvös völgyben aludnia. Egy kicsit hűvös völgyben? Úgy gondoltam. Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett dédi mamánkat 11 órakor kísérjük utolsó útjára. Szívünkben örökké élsz. Nagyon sok síró emoji. Mihályné kommentelt. Moncsikám, nagyon-nagyon ügyes vagy, csak így tovább, jó étvágyat mindenkinek. Jaj, de bizarr. A Hungary subredditen health címkével ellátva következő. Nagyban eszem a jó kis húslevest, amit most főztem, magamhoz veszek egy farhátat, amit ráadásul kifejezetten vártam, mert végre a spáros hentesek rajta hagyták a püspök falatját, ami a kedvencem, és hát nem csak azt hagyták rajta, hanem a segjukat is, plusz 4-5 centib belet is. Ki tudja mennyi tartalommal? Nem mertem mélyebben megnézni, meg amúgy is lehet, hogy kifőd belőle. Az a kérdésem, hogy ennyi hipotetikus kakától lehet-e bármi bajom? Próbáltam rákeresni, de a Google csak olyan találatokat hoz fel, hogy ne egyek nyers szart. Ennyit kitaláltam magamtól is. Azt nem tudni, hogy egy nagyfazék húslevesben szétfőzve mekkora adag mérgező. Szóval, ha bárkinek van tapasztalata a főtt szarral, azt szívesen meghallgatnám. Amúgy tudom, hogy én is megnéztettem volna jobban főzés előtt. Léci, ne bántsatok, nagyon éhes voltam és siettem. Hogy nem te szoktad nekem mondani, hogy minél kevesebbet beszéljek a szarról? Értem, de hogy ez egy valós, akut dolog. Tehát, hogy ez valakivel megtörtént és kiposztolt, és nagyon sokan elküldték. Én azt nem értem, hát a kolbászt bélbe töltjük. Tehát az eleve belül kakis. Tehát, hogy... Nem... Mi, nem, nem az, nem az. Mi az, hogy nem az? Nem az. Ki van mosva?
Mivel? Szarralmossák ki, csak most mondom, hogy mivel? Vérrel. Tehát az miben jó? Én a Wikipédián találtam egy nagyon, nem tudom, ismered-e ezt az oldalt. A Wikipédián találtam egy nagyon, látszik is, hogy töredezett és mozaikszerű a tudásod. Szóval, hogy egy toast sandwich szócikk. Úgy kezdődik, élelem. A pirítós szendvics két szelet kenyérből készült szendvics, amelyben a töltelék egy vékony szelet pirított kenyér, amely erősen vajas lehet. Egy 1861-es recept szerint sót és borsot adnak hozzá ízlés szerint. Hozzávalók kenyér, pirítós, vaj, konyhasó. Én ezen nagyon, veletek ellentétben én ezen nagyon nevettem, hogy a pirítós szendvics, tehát két kenyér közé egy, mert tudjátok, van a szendvics feltalálása, tehát nem tudom, hogy tudjátok-e, de a szendvics gróf évekig kísérletezett két sajtszelet közé tett kenyérrel, csak ugye az átütő siker évekig váratott magára. Egyébként valakinek van szüksége ilyen triviális dolgokra, tehát hogy lehet, hogy néha így megnézhetnéd, hogy mit ír a Wikipedia humor szócikk alatt. Látom, hogy te elolvastad töviről hegyire is. Azóta gyakorlod is, igen. Van ez az A4-es ország nevű Facebook oldal, fantasztikus írások vannak, és ezzel most annyira tudtam azonosulni. Megkérnénk kedves vásárlóinkat, hogy ne egyék meg a tökmagot a tökmagos zsemléről. Ne. És ez konkrétan, ez én vagyok. A múltkor voltam egy étterembe, és kijött a pincér, és akkor elkezdte egy felsöpörni egy ilyen nyúlfarok söprűvel, tudod, így előlem a... De nyúlfarokból volt? Ezért, tehát ilyen kis bojtos, kis fehér. Mit tudom én, most mondtam valamit, de hogy egy ilyen ecsetkével így elkezdte, hogy söprögetni utánam a koszt, és mondtam neki, hogy Jézusom, ne, azért a tök magot, azt ne, azt még így fel. Tudod. Hogy ne tudnám, csak hogy te miért, tehát hogy de a spárba is bemész, és ott a bucikról le, tehát hogy... Megmondom ezt, hogy volt már olyan, hogy ilyen kis, de nem a tök magra, hanem a szezámra szoktam így nagyon durván rámenni. De és akkor a nyálas, tehát van double dipping, tehát a nyálas kezeddel még visszamész, és akkor még felszeded a többiről? Ez maradjon az én titkom. Nutellákba beleeszel? Nem, semmiben nem eszek bele, de hogy így megkísért. Bútor eladó használt csoportban, Takács Mária posztja. Csak úgy írja, hogy Mária Takács. Fekete háttér előtt, fehér betűk. Ki akar dugni? Küldték nekem is. Tökéletes árukapcsolás, nem? Tehát igen. A tökéletes, tehát hogy a ki akar dugni, hogy azon gondolom, hogy egy ilyen bútor használt eladó, hogy itt maximum a fűrészelés jöhet szóba. Ezt valószínűleg úgy hívják már, hogy spam. De örülök, hogy te ezen még tudsz nevetni. Mert a beles kakis farhátad, az szerintem nem spam. Valós... Azt én is négy embertől kaptam meg. Jó, mondok még együtt. Neked van még? Nincsen, ez ennyi. Én még csak egy annyit szeretnék hazafűzni Facebookon. Nyíregyházan hol lehet 32 négyzetméteres pizzát kapni? Nem tudom, hogy te tudsz-e, Barna, azzal rezonálni, én, amilyen ember én vagyok. Nem. Olyan... Nem tudok azzal rezonálni, amilyen ember te vagy. Hogy annyira hatékonyan szeretném élni az életemet, de én mindent én még pihenni is, tehát én még az alvást is szeretném maximalizálni. Egy időben volt egy applikációm, ami mérte, hogy hány százalékos az alvásom, és hogyha ez 96-a lement, akkor frusztrált voltam egész nap. Tehát én mindenben szeretném, és szeretném az rendelkezésemre álló időt a lehető legjobban kihasználni. És ezért nem csak úgy élni a vakvilágba, és különösen előjön belőlem ez a habitus, amikor a mosógép előtt állok. Olyan mosógépünk van, ami kiírja, hogy mennyi van még hátra. És akkor a végén látom a nagyon pörögtet, és ugrál, és akkor ki van írva, hogy egy perc van hátra, és teljes földbe gyökerezik a lábam, és végig pörgettem az agyamban, hogy egy perc alatt mit tudok megcsinálni. Tehát, hogy mi az, ami, az nem fordult elő, hogy belekezdek egy programba, ami másfél perces, és akkor 30 másodperc eltűnt az itt, érted? És azonnal berohad a ruha. Pontosan. Ezért ott állok, és nézem, miközben az frusztrál, hogy mennyi mindent el tudtam volna végezni ezzel, de ugyanezen a mikróval, tehát beteszek egy tejet mondjuk 30 másodpercre. 30 másodpercben mi fér bele? Én pontosan tudom, elmegyek a csapig, töltök egy fél pohár vizet, leteszem, és akkor már, vagy a macska kaját be a hűtőbe, és akkor ugye egy kis nyomorék ne izéljen ott, tehát ne teljen egy idő, amíg lejár a mikró, és akkor... Miért a hűtőbe tárolod a macska kaját? A hűtőben. De miért? Hát, hogy ne romoljon meg, kérlek. Jó, mert az annyira nem az is érdekes. Dumáljunk majd ilyen háztartásvezetésről, meg életvezetésről, készletmenedzsmentről. Tehát a Wikipédiát még jól lenne egy kicsit olvasgatni e tekintetben. Az neked van, hogy nekem életem ilyen legnagyobb kudarca az, amikor nem nyomom le a mikrót, mielőtt lejár, és besípol. Az én mikrom az úgy sípol, hogy tít, tít, tít,
Pont hárommal többet, mint hogy egyébként tudtamra kéne adni azt, hogy lejárt az egész. Meg egyébként mi történik, hogyha nem tudom meg, hogy lejárt? Mindegy, ez. Le lehet elnézést némítani, és nálam le van némítva. De akkor is tudom, tehát hogy látom, tehát nem. Na, tök mindegy. Ne húzd fel magad. De itt van ez az egy perc, ami mosógépen visszaszámol, én ott állok, esetleg valamit csinálok még között, és indokolatlanul hosszúnak tűnik ez az egy perc. Én meg érzem, hogy az egész életem folyik ki az ujjaim közül a tenyeremből, és nem tudom meg, és még ott állok, és nézem, és persze mondom, hát ez átbasz engem. Elővettem egy stoppert legközelebb, tudod, hogy meddig tartott az egy perc? Na. 2:37. 2:30. Miért kell nekem hazudni? A saját fürdőszobámban, a saját gépem hazud. Nem elég, hogy az igazságügyminisztérium hazudik. Egyébként ez milyen paradoxon? Tehát kiben bízzak, hanem az igazságügy. Tehát az nem, ő nem. Ügye az igazság, és ő hazudik. Nem erre tartjuk, hogy erkölcs, arra nem. Kimoshatná a ruháimat egyébként. Azért szoktuk, de hogy miért hát, már nézze? Nő, érted? De jó, de csúnya volt, na. Jó, hát nem én tartom. Vicceltem, bazd nem meg. Én tartom. Nyilván. Nem én tartom azért a nőket magam körül, hogyha baj van, akkor nagyon gyorsan lelökjem őket a tajgetoszról, hogy lássátok, ennyit ér nekünk egy nő. Most ezt lehet látni egyébként, nem az első nő az, akit beáldoznak, de Szentkirályt is ugyanígy áldozzák most egyébként. Nem? Ja, én nem, de ők igen. De ugyanez van, egyébként nem vetted észre, hogy ez a visszaszámlálás, ez a egy perc, ugyanez van a drive-ra, amikor feltöltesz valamit. Ott is azt mondja, hogy egy perc van hátra. Kevesebb, mint egy perc van hátra. A feltöltés feldolgozása megkezdődött, és basznek 6 perc telt el, amióta azt mondtad, hogy egy perc van hátra. Nagyon, nagyon nehéz lehet neked lenni. Mert neked aztán sokkal könnyebb, amikor naponta 4-szer hívsz föl, hogy ugye nem fogsz hányni. Szerintem ez egy valós, na mindegy. Én nagyon utálom az olyan időmérőket, amik nem csúszka, tehát hogy nem feltöltődik a mérőcske, hanem forog, mert az... Ja, hogy aha, tehát egy kördiagramot nehezebben képzelsz el, mint egy egyenes. Nem úgy kör, hanem hogy csak forog, és nem töltődik. Hogy nem töltődik egy csík végig, hanem csak így, így forog. Viszont amelyik töltődik, az azt csinálja, hogy így 99%! 4,5 óráig 99%-ot. Dolgok, amiket, hogyha meglátsz a környékeden, akkor biztos, hogy belátható időn belül duplájára fog nőni az albérletárad. Nagyon sok példát hoztam. Bolt, ami kizárólag pasztelszínű kutyapórázokat árul. Ugye? De van ilyen bolt, bazd meg, hogy konkrétan csak pasztelszínű kutyapórázokat árul. Smashburgerező hely. Hú, ne is mondd. Ahol nincsen ketchup, viszont van házi epres bazsalikomos szósz 7,90-ért. Ha már itt tartunk, mi az a... Tehát én ezt nem, először azt hittem, hogy egy Oscar-díjátadás van, mert úgy álltak sorba valamilyen kék szőnyeg előtt, ilyen kordonnal. Nem, zsírban sült hús. Azóta, akármikor megyek arra, mindig ott állnak hosszú tömött sorban emberek. Miért? Zsírban kisütött hús. Nem én ezt értem, de ez Németh Szilárd elintézi Csepelen. Miért kell ezért a... Na jó, nápolyi pizzázó. Ja, persze. De nem persze. Az van kírva, hogy nápolyi, hanem az van kírva, hogy napelotana. És az összes pizzának ilyen kis humoros neve van, hogy nem Margaréta, hanem Margitka. Vagy nem Gombás, hanem Gombus Maximus. Én azon röhögök nagyon a Songoku pizza, tudod? Az van, gomba, igen, kukorica. De az már nem vicces. De mióta? Egyébként küldhettek volna erről egy körlevelet, vagy egy szakszervezeti értesítőt. Az hogy vicces, én a Wikipédián azt olvastam, hogy ez nekem, vicces. Nekem ilyen nagyon-nagyon kellemetlenül sok időbe telt, mire rájöttem, hogy az miért Songoku. Na látod, mi meg addig mind nevettünk ezen, nem? Mert egyből értettük. Ha olyan étterem nyílik a környékeden, aminek 3 vagy több szavas neve van, biztos, hogy duplázódik az albérletárad. Nagymamától kérted, de én megfőztem te neked.
Ja, igen. Című étterem. Igen. Étterem a Pál utcai fiúkhoz, apukát kedvenc levese, vagy pont, hogy egyszavas nevű éttermek ponttal a végén. Ponty. Ropi, Szenya, Spejz, Rusztik. Vigyázz, olyan van, vigyázz, olyan van. Voltak, amikről nem tudod eldönteni, hogy mit árulnak, csak ilyen újra csomagolt kínai ócska szarokat, ilyen dizájnosan újra csomagolva. Nem tudod belőni, hogy mit árul, viszont az összesnek így valamiért van egy ilyen közös vibe-ja. Hogy tudod, ilyen keleti vibe, vagy ilyen indiai vibe, egy ilyen taró csomagkártya és egy piros műanyag napszemüveg. Abszolút tudod? Tudom, abszolút tudom. Viszont azt is el tudom mondani, hogy mitől megy le az albérletár, hogyha nyit valamit. Majd, ha végigértem. Ja, jó, bocs, kimenjek egyébként addig? Léci, pisilni. Ha környékeden gardróbvásárt tartanak, duplázódik. Hogyha megjelenik az a kicsi ilyen könyvcserélő dobozka, tudod, amiben be lehet tenni, meg el lehet venni belőle könyvet ingyen, és mindenki, amikor elsétál mellette, akkor ilyen nagyon... Igen, nagyon helyes. Soha nem fogja használni. Újjal nem piszkálom. Igen. Jó. Jó, hogyha hosszú megjelenik, még ez a lista? Hogyha, igen. Ha futrákok jelennek meg, amit körbeszólnak ilyen fehér murvával, és ilyen... És maxi, égősorokat tesznek. Maxi food, vagy hogy hívják? Superfood. Igen, ilyen superfoodokat kezdnek. Én már eleve nem értem, egyébként a Superman-t sem értem. Mi az, hogy Superman? Egyébként most már, bocsánat, most már Superperson kéne, hogy legyen. Tehát, nagyon hogy nem, helyes. Tehát, hogy nagyon majd helyes. Ő eldönti. Nagyon helyes, nem kell itt buziskodni. Superperson, vagy szuperszemély. Boltok, amik nem azt árulják, amik ki van írva, hogy árulnak, mert általában illegális, amit hirdet magáról. Tehát ilyen, jó, ez az, ahol tudsz venni kólát az izében? Nem, ezek ilyen marihuána boltok, amik soha nem fognak marihuánát árulni, hiszen illegális marihuánát árulni, de minden mást árul, bazd meg, ami marihuánás. Hát én ezért szoktam futárral egyébként. Én azt nem értem, hogy miért nem áll oda a rendőrség egy ilyen grindereket, meg ilyen nem tudom, ilyen papírokat áruló bolt elé, ahol igazából mindenki tudja, és kapja el, aki onnan jön ki, és veszi a grindereket. Na mindegy. Oké, és akkor utolsó. Fodrászat, ahol ilyen levert téglafal van, mint itt mögöttünk, ahol pakisztáni barberek, aki mindegyik kuzinja a másiknak. A falon van egy ilyen fonálból szőtt szarvas, ilyen nonfiguratív szarvas, és a tévéből ilyen 2015-ös tropical good vibes and chill only zene szól. Na, hogyha ezek nyílnak a környéken, akkor biztos, hogy megduplázódik az albérleted. Meg vagyok róla győződve, hogy rengeteg olyan dolog van, amikről az emberek úgy tesznek, minthogyha élveznék, de biztos vagyok benne, hogy azon... Nem, hanem mint például a szénsavas víz, aminek egy-egyben olyan íze van, mintha áramot innék. Csak ilyen statikus íze van. Csak ha jó. Vagy olyan, mintha mérges lenne a víz. És az a mérges macska, a mérges macska. Amit mondtál, azt nem iszok. Amit mondtál, nem úgy, hanem hogy mondtad, hogy ne beszéljek egyáltalán fosásról. Valóban. Szóval, hogy a szénsavas víz azért nem, mondom nem el, oltja mi a mérges a szomjat, macska. Nem oltja a szomjat egyáltalán, viszont borzasztóan felpuffa. Tessék? Mi? A mérges macska. Mondom nektek. Mi van? Ez mindig jobb, mint a mérges kalóz. Azt nem tudod, mi az a mérges kalóz? Nem is fogod megtudni, apukám, majd utána elmondom neked. Tudod mit? Megmutatom. Milyen az a mérges kalóz. Ez valamilyen obszcén... Ez elég obszcén, aha. Szóval, hogy olyan íze van a szénsavas víznek, mint hogyha ha tűnek lenne íze, akkor az a szénsavas víz lenne. Meg vagyok róla győződve, hogy ezt senki nem szereti. Imádom. Reggel nem tudok elvonatkoztatni a mérges kalóztól közben. Az a baj, hogy az ADHD-m az itt teljesen közben. Kombucsa. Ott kopog az egyik falábával, nem? Hogy jönnek ezt, az elmémben. Nem is lát. Kombucsa. Tehát, hogy a kombucsa az olyan, mintha egyenesen rohadást innál. Nem tudtok meggyőzni. Mint hogyha egy ecetet. Így. És ott van a szalvuszvíz.
Azt nem tudom, hogy iszol-e. Ja, az tudom, olyan, hogy, iszok, hogy sokáig nem. gondolkodom. Nem iszok, hogy ne legyen mérges a macska. Miközben iszom, azon gondolkodom, hogy hogy lehet a fingot cseppfolyós állagra át. Ugye. Nagyon jót tesz neked. És egyébként a kombucsa is. A macsa az olyan, mintha így füvet ennék nettó. Nem hiszem el, hogy ezt valaki szereti. És akkor van az a karácsonyi süti, amiben ilyen kis kandírozott műanyag darabok vannak, és egy kibaszott fél dió egyben. Ha mázlid van, a héjából is marad egy kicsit. Igen. Igen, és végül pedig a musicalek. Mert hogy fogyasztásra gondolom, alkalmatlan termék? Nem, mint dolgok, amikre az emberek úgy tesznek, minthogyha szeretnék, de valójában nem szeretik. Hogy tudod, hogy nézel egy filmet, és akkor azt mondja az egyik, hogy egy percet se tétovesz tovább, Richard. Majd Richard. És te ülsz otthon, hogy bazd meg, megint énekelni fog. És Richard énekelni fog. Kislegény voltam, mikor megtudtam, hogy merre folyik a folyó. És még nem jön a zene. Kisleány voltam, mikor már megtudtam. Háttérben. Kisleány. És akkor énekelnek, bazd meg. És honnan tudják a szöveget? Nem is csak énekelnek, hanem aztán egyszer csak kirúgják az ABC ajtaját, és piruettezve kiszaladnak tűszoknyában, táncolnak, megállnak keresztbe az autóból, és boldogan, ahelyett, hogy azt mondja, hogy menjél már, te paraszt! Ahelyett azt mondja, hogy kislegény. Ennyit szerettem volna elmondani. A musical-lel az a helyzet, hogy nem tudom, tehát van egy ilyen közös élményünk, hogy ami színes, meg mozognak benne, meg hogy így hangos, az úgy lehet, hogy jó, nem? És aztán ott van egy ilyen komoly teljesítmény, de a musical szar. Erről beszélek. A musical szar. Ti szeretitek a musicalt? Tegye föl a kezét, aki szereti a musicalt. Esküszöm, nem bántom. Hordd el magad! Látni se bírlak többé. Te, aki szereted a musicalt! Én imádom a NAV-ot. Nagyon szeretem. Én rajongója vagyok a NAV-nak. Nem, mert a NAV-ot maradéktalanul hálásan és mindenféle félelem nélkül és vegyes félelemmel, vegyes borzongás nélkül tiszta szívemből szeretem. És a legnagyobb tisztelettel mondom, mert csak olyanról beszélünk, akit tisztelek, nagyon szeretem a NAV-ot. Nem, és a NAV-ot szeretnék üzenni a NAV munkatársainak. Hogy köszönjük. Mi elismerjük a munkáját. Elismerjük. És nagyon fontos. Elismerjük. Mindazonáltal, amikor valamit megpróbálok én, mert ugye van a könyvelőnk, aki nagyon kedves, mindig velünk van, ez a sárga fej az. Van a könyvelőnk, és akkor amikor azt gondolom, hogy ezt én is meg tudom csinálni, bazd meg, diplomáim vannak, felnőtt ember vagyok, vannak jól futó műsoraim, nehogy már ne tudjak egy izét. Ez az ELTE kommunikáció és média tudomány, ugye? NAV szakon végeztem egyébként. Na most eleve, hogy hol kezdjek neki, tehát a Google-el kezdnek neki, és akkor mondom, most itt sokat fogok puskázni, mert azért ez ebev, e-s-i-e, gov.hu, magyarország.hu, ügyfélkapu, webes ügysegéd, nyilvántartó.hu. Én ezeken szoktam végigmenni, mert valamelyiken, az más, nem, az teljesen más, a Fidesz.hu, nem, tehát hogy a webes ügysegéd, bocsánat, webes ügysegéd, egy kicsit, csak így, ez nem olyan, mint a Békön szalonna? Tehát, hogy hol nézed meg webes ügysegéd? Még jó, hogy webes ügysegéd, bazd meg, mert ott nézem. Miért és miért ügysegéd? Hogy jutna eszembe az, hogy ügysegéd? Mi az, hogy ügysegéd? Tehát, hogy mit akarok? Adót elkerülni. Tehát adóelkerülés. Nem, bocsánat, adót befizetni. Tehát adóbefizetés.hu. Én ezt keresem. Tehát, hogy miért nincs egy gyűjtőneve az összesnek, ilyen ESZIA, meg EBEV, meg GOV, meg nem tudom. Miért nem mondjuk a szoporoller.hu? Azt pontosan tudom, hogy mire számíthatok. Oda megyek, és oké. Önnek küldeménye érkezett, kapok egy levelet. Egyébként nagyon jó, hogy online lett, mert régebben ezért kimentünk. Nagyon szépen köszönjük. Vadány úton. Köszönjük szépen. Szeretném megköszönni a NAV munkatársainak, hogy... Önnek küldeménye érkezett, feladó NAV.
mert ilyen picire összeszorul a gyomrom, ahogy nyitom ki, tényleg izzadó segjukkal nyitom az egészet. Így kezdődik a levél. Határozat! Jó, mert pont úgy érzem, mint egy rendőrségi vallatáson. Tudod, hogy az arcomban a reflektor, bejön a józsarú, tudod, cigivel kínál, a másik kirúgja alólom a széket. Tudod, és akkor így következő mondat, fellebezésnek helye nincs. Jó, pillanatnyilag azt se tudom, hogy miről van szó. A hatodik oldalán, és nem tudom, hogy mi ez, tovább, annyit látok, hogy adóigazgatási főosztály 9. szervezeti egysége, és hogy ő akarja, hogy valamiről azonnal nyilatkozzak. Én abba hagyom a munkát, a gyerekem éhen hal, tök mindegy, a macskát bepelenkázom, tehát teljesen megteszem, nyilatkozok. Hol? Az e-papíron. Nem tudom, hogy e-papírt használtátok-e már? Szuper. Beírod, hogy e-papír, és akkor először is válaszol témacsoportot. Most a teljesség igénye nélkül van egy legördülő menü, vagy pontosan tudod, hogy mit kell beírni betű szerint, amit a legritkább esetben tudsz, vagy választhatsz a következők közül, csak szemezgettem tényleg a teljesség igénye nélkül. Régészeti kulturális örökségvédelem, légi közlekedési és vízi balesetek, orvosetikai panaszügyek, vetőmag, állati melléktermék, stb. 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 Ha itt sokáig görgetsz, eljutsz odáig, hogy adóügyek. Akkor ugyanez a, nem tudom, hogy illetékes hatóság, tehát ezt még háromszor így legörgeztet, ott van a Zala megyei vízügyi hivatal, tehát bármi, feladod, azonnal jön a tárhelyedre egy válasz, következő információkkal. Benne van az én adóazonosítóm. Köszi, tudom egyébként, tehát hogy az én nevem, jó. Egy NAV iktatószám, ezzel mit kell csinálnom? Egy 27 jegyű KR érkeztetési szám, a beküldő neve, ami megint csak az én nevem, tehát eddig még semmit nem mondtál, a beküldés dátumot tudom, egy perce adtam be, típus, ami fontos lenne, na ez a 2253, a verzió pedig, ha kérdeznétek, ez a 11.0. És van egy állománynév, az adószámomból és a fenti számokból összehegesztett valami, a végén egy KR végződéssel, a végén pedig egy megjegyzés lenyomat 64 számjegyből és betűből álló wifi jelszó. Mi a fasz csinálok én ezzel? Fogalmam sincs, majd egy óra múlva jön valami, egy újabb levél, egy végzés. Tehát ez egy végzés, hogy valamit nagyon elbasztam, visszafordíthatatlan kárt okoztam, nagyon nagy hiba van. Itt konkrétan elmagyarázza, hogy mi a baj. Figyelj, a hiba oka egyéb ok. Köszönöm szépen. Borzasztóan felidegesítenek ezek az ilyen dizájnvásárok. Nem tudom, hogy tévedtetek-e már el ilyen helyre véletlenül, amikor azt hiszed, hogy egy ilyen kurva jó, ilyen, nem tudom, ilyen gardróbvásár lesz, vagy ilyen turkálás, vagy nem tudom, dizájnvásár. Tudom, hogy bekerülsz egy ilyenbe, és akkor mindig vannak az ilyen vicces furcsaságokat áruló standok. Hogy ez az ízi nemezelt? Az ilyen nemezelt, bugyos, nadrágos hippi, akkor van utána az ilyen vicces dolgokból fülbevalókat készítő, aki, mindenkinek a nővére. A bakelitlemezből, szemüvegkeret. Bakelitből csinált szemüvegkeret. Minden szar, ami létezik, levendulából. Az eladó csajnak, akinek egyébként ott van az ördögpálca mögötte, van-e hennából ilyen kis pöttyök itt fölötte, meg még a tavalyi ozorás karszalag? Akkor van, aki ilyen az ilyen momés csaj, aki a kanván készített grafikáit nyomta ki egy képeslapra, és 17 ezerért árulja. És akkor ugye az van, és van egy háromlábú kutyája közben, aminek egyébként valódi, még gőzölgő őszhúst ad. Tudod, ilyen póló, amire csak így fröcskölt, festékbe egy fröcskölt, de utána összekeverte, összetekerte, és előtte nyitja ki, és ezt veheted meg 16.500 forintért. Egyébként azt használja szőnyegnek, takarónak és párnának is. A kutya. És akkor mentél már három kört, úgyhogy most ha illene valamit, végre találtál akkor egy olyan standot, ami ilyen hát ilyen okésabb kerámiákat árul. Tudod, nem tudod eldönteni, hogy azért amorf, mert így extrás, vagy azért, mert nem sikerült jobban. És akkor nézegeted, és akkor így ugye megállsz a pultnál, elkezded, felveszed a szemkontaktust az árulóval, aki maga ugye a készítő is, tehát már eleve kurva kellemetlen, mert hogy a gyártótól méricskéled a szarját. És tudod, onnantól kezdve, hogy a kezedbe vetted, onnantól kezdve nem tudsz más csinálni, csak így a fejedben az, a kurva anyád, ezt a szart, és közben, Pontosan ez történik, hogy felveszed, elkezded forgatni, hogy hát, hogy akkor tudjuk már meg az árát, természetesen nincs rajta az ára, úgyhogy te úgy teszel, mint hogy csak így, És ha van veled valaki, akkor már odaig vitted ezt az egész zavarba levős játékot, hogy már nincs pofád így visszatenni, és azt mondja, hogy ezt a buzit menjünk, hanem a másiknak,
Nézd, drágám, ez pontosan illene a kis fürdőszobánkba. Ebbe tehetnénk mondjuk, nem is tudom, mondjuk dolgo, valamit, valaminek találunk neki. Azt a levendulás szappant, amit kettővel ezelőtt azt tudnánk beletenni. Egyébként igen. Ezen túl minden más lesz. Mert ezt a fürdőgolyót majd elővesszük legközelebb is, mint tavaly szilveszterkor is olyan kurva jól sikerült, amikor elromlott a boiler, és a fekete víz. De és akkor megvan az a szemkontaktus, tehát hogy ő már nézi, hogy... Én csináltam. Ezzel a két kézzel. Kövess be Instán. Igen, és ő nem, hanem elkezdi Ádámtól és Évától mesélni, hogy na most igen, és akkor... Kim voltam Tájföldön, és ott találtam ilyen nagyon durva kis helyi, lokális kis kerámiákat, és azt akartam replikálni, és ez az agyag, ez egyébként a Tumatuma szigetekről van, ahol kézzel én fejtettem le, és hoztam haza, meg stb. Párommal leköltöztünk Kesztőcre, és egy kalákázás keretében kézzel tapiskoltuk a vályogházat. Jaj, ne tudd meg, hogy mi van, gyertek le néhányan, segítsetek építeni. Én azt nem értem, hogy ezek valamiért, valamiből megélnek. De soha nem látok ott vásárolni embert, mert hogy az van, ugye egy idő után kénytelen vagy rákérdezni, hogy és mennyibe kerül? 16.990, és akkor ne jó! És akkor, amikor még pont azt mondja, hogy hát köszi, nem, akkor mondja, hogy egyébként kézzel készül, saját kemencébe gyufával gyújtok, hanem mint a kis gyufárus lány, és azon nagyon sokáig tart, és a foszfor tartja. És amit nálunk költesz, annak a 20%-át szegény haldokló kis cicáknak adjuk, és hogyha jó. És akkor mondod, hogy ne jó, jó. Amúgy, wow, először is gratulálok. Le a kalappal. Mindenképpen vissza fogunk jönni, mindenképpen. Még egy kört megyünk, nem azért, mert nem tetszik. Nagyon-nagyon tetszik. Megyünk egy kört, és majd utána visszajövünk, jó? Látja rajtad, hogy soha többet nem fogsz viszonyni, és valóban soha többet nem fogsz viszonyni. De én ilyenkor még, amikor indulok el, akkor még tudok a hátjátékommal hasfájás színlelni, hogy hogy azért mégiscsak legyen egy sztorim, hogy miért nem mentem vissza, nem? Én nem tudom, ismeritek-e a Hunfluencers csoportot a Redditen? Nem ismeritek? Hogy kikerült volnunk egy poszt, és az egy kicsit ilyen komolyabb beszélgetés lesz. Egy rövidített verzióját felolvasom. Lényegében azt írja, hogy az elejétől kezdve hallgat minket, minden adást, amikor vendégeket kezdtek el hívni, nagy része annak is imádnivaló volt. Amióta viszont ezek az élő adások mennek, amiket szétbontva tesznek fel, borzalmasan leromlott a színvonal szerintem. A legutóbbi akvárium teltházas műsorukról felálltunk, és kijöttünk a barátaimmal, annyira nem volt vicces, pedig egy órát álltunk sorba a bejutásért, a drága jeggyel a kezünkben, remélve, hogy majd legalább lesz egy jó esténk, aztán visszahallgatva a hajós megmentette azt a részt, tehát azért otthon még amúgy meghallgatta. De csalódás volt a két főszereplő, van-e rajtam kívül valaki, és akkor van rajta kívül valaki, egy ilyen 20 komment körülbelül. Aztán valaki például azt is írja, hogy Barnától mindig is rosszul voltam, egy modoros álértelmiségi unalmas ripacs. Most csak azért olvastam fel, hogy sajnáljatok itt aktívan. De ez még mindig jobb, mert én meg mi szoktam lenni, hát általában primitív, meg megjátszó. Hát a maradék 19 komment az rólad szólt, az igaz. De hogy mit tudunk erre mondani? Hát én azt tudom erre mondani, hogy úgy alapjában véve, amikor én internetet használok, akkor azt látom, hogy nem nagyon találok olyan dolgot, amivel szemben ne találnék nagyon sok dühös, egy markáns dühös csoportot, akik azt bánta legjobban éppen, de azt gondolom, hogy a jövő héten más fogja bántani. De ez egy hárító válasz. Tehát ez az, hogy nyilvánvalóan sokan azt gondolják. Oké, de ő például azt írja, hogy ő az elejétől kezdve nagyon szeret minket, és most viszont már csalódott, vagy azt érzi, hogy leromlott a színvonal. Hát átalakultunk, sokat változtunk. Én nem szeretem, tehát nyilván nem vonok le ilyen messze menő következtetéseket a Redditből, vagy ebből a szubból, de azért azt gondolom, hogy valahol szimptomikus, tehát figyelni kell az ilyen visszajelzésekre. Szerintem egy kurva jó eszköz arra, hogy egyébként visszacsatolást kapjanak az influencerek, meg tartalomgyártók, meg stb. Nagyon sokat szoktunk ezen vitatkozni egyébként, hogy mennyire kell erre figyelni, stb. Nyilván azon, hogy ez 22 ember, vagy nem tudom, 30 lájkkal, tehát hogy azért nem mi vagyunk a főszereplői ennek a csoportnak, hála Istennek, de hogy azért érkeznek ilyen kommentek, és szerintem azért ezen fontos elgondolkodni, miközben az is fontos, hogy
80 epizódnál tartunk talán? Igen. Én az vagyok kettőnk közül, csak hogy egy kicsit betekintést engedjünk abba, hogy egyébként milyen dinamika kettőnk között, hogy én vagyok az, aki azt mondom, hogy ki a faszt érdekel, bazd meg neked, erre van időt, hogy elolvasd, hogy másoknak arra van idejük, hogy bennünket megnézzen, meg bazd meg kírja, hogy elmondhatom, ki a faszt. El szeretném elmondani, hogy elküldtem a Márkonak ezt a bejegyzést, ez egy hete volt talán, vagy is. A következő választ kaptam, ki a gecimet érdekel. És mondom meg, hogy hát... De azt egyébként tudni kell, hogy nekem több zenekaron keresztül, meg több ilyen projekten keresztül, én nagyon régóta és rendszeresen találkozom ezekkel a véleményekkel, meg egyébként találkozom másokról alkotott véleményekkel is, és én tudom, hogy ennek van egy ilyen állandóan változó dinamikája, hogy soha nem lehet mindenkinek megfelelni, sőt, szerintem ott van a baj, hogyha elkezdünk mindenkinek megfelelni. Sokáig az a nem létező karrierem és a nem létező múltamban sokáig próbáltam mindenkinek megfelelni, és akkor voltam a legszarabb. Most pedig azt gondolom, hogy amit mi ketten csinálunk, az egy olyan dolog, amit mi most éppen csinálunk. Tehát az, hogy a 80. epizódnál ez más, mint a legelső epizódnál, amikor fogalmunk nem volt, hogy mit csinálunk, hiszen azt se tudtuk, mi az, hogy podcast, azt se tudtam, hogy ki vagy te, azt se tudtam, hogy kik fogják, hogy egyáltalán meg fogják-e hallgatni, akkor nyilván tök más csinált az ember, de 86-szorra nem lehet ugyanazt megcsinálni, mert mi is változunk. Nagyon imádom, hogy az egyik komment azt mondja, hogy úgy tűnik, mintha a fiúk már nem lennének idegesek. És egyébként nagyon igaza van, én nem vagyok ideges. De hogy van szerintem minden egyes produkciónak, meg minden egyes emberi kapcsolatnak is egy természetes evolúciója, vagy egy egyetfejlődése. És szerintem a mi kapcsolatunknak is, a podcastnek is, a közönséggel való viszonyunknak is van egy nagyon természetes fejlődése, amit muszáj tiszteletben tartanunk. Tehát az lenne a baj, kedves elégedetlenkedők, akiknek teljesen igazuk van. Ez már egy másik műsor. Mert mi mások vagyunk közben, így együtt is, meg külön-külön is, és szerintem az lenne a nagyon nagy baj, hogyha ugyanazt csinálnánk, mert az unalmas. És higgyétek el, hogy nem véletlenül csináljuk azt, amit csinálunk. Nem mondom, hogy jobb. Azt sem mondom, hogy ezt kell csinálnia mindenkinek, hanem mi 2024 tavaszán most éppen ezt csináljuk. Egyébként ez tök más, mint amit egy fél éve csináltunk, hiszen nem olyan rég kezdtünk el közönség előtt podcastet csinálni, ami meg megint egy tök új műfaj, de hadd próbáljuk már ki. Nekünk ez egy fontos dolog. Mi tökre úgy képzeltük el ezt, amikor elkezdtük csinálni... Van olyan komment is, hogy nem hagy szóhoz jutni. Ezzel szeretnék most élni. Csak hozzáfűzni azt, hogy értem én is a kritikákat. Mi is nagyon sokat dilemmázunk, azt hiszem, adások előtt, után, közben, gyomorgörcselülünk itt most is, azt hiszem, hogy te mi a jó... Gyomorgörcselülsz itt? Most már kevésbé, de hogy nyilván kurva sokat dilemmázunk azon, hogy mi működik, mi a jó, hogy mentek el majd innen, visszajöttök-e majd, mit mondtok, utána írtok Reddit posztot, stb. Ugye az van, hogy 7. évadát éli ugye a műsor. Az nagyjából megnézhet, hogy minden évadban valamit kipróbálunk, vagy valamit kísérletezünk. Volt, hogy aktuális hírekre reagáltunk. Volt hogy a vendéget kezdtünk el hívni. Volt, hogy a vendég komoly témát is hozott. Igen, akkor volt, hogy nagyon népszerű, vagy ilyen popkulturális vendéget, és valami mindig volt baj, tehát hogy aki alter, annak miért hívjuk a Majkát, aki a Majkát szeretőnek, miért hívjuk a Nyári Krisztiánt, szóval, hogy valaki megfelelni nem lehet sehogy valószínűleg. Amikor abba hagytuk egy évre, akkor egyébként az volt a baj. Például a Redditen. Mi van velük? Szóval, hogy szerintem ez fontos látni, hogy van egy ilyen organikus fejlődése valaminek, ami tart valahova, vagy valahogy mindig meg kell, hogy tudjon újulni, és abba viszont bele kell tanulni. Mi csak belekiabáltuk, és nem olyan, mint a tihanyi visszhang, nem jött vissza semmi. És aztán elkezdtek jönni a reakciók, és akkor... Számunkra is egy nagyon nagy meglepetés volt, hogy ezzel az emberek rezonálnak, hogy valami olyasmibe beletaláltunk, de nem azért, mert ez a mi találtuk fel a spanyol viasz, hanem éppen jókor, jó helyen, éppen mi csináltuk meg ezt. És beletalált az egész, és volt egy ilyen közösségi mentálhigiéniás megtisztulásunk, hogy de jó, magunkra ismerünk a másik problémáiban, ezzel súlytalanítjuk is ezt. És szerintem ennek egy természetes fejlődési ritmusa vagy dinamikája az, hogy ezt végül is közönség előtt csináljuk, és itt azonnali visszacsatolással közösen engedjük ki ezeket a dolgokat. És én valahol hiszem... közben viszont, igen, és ilyenkor viszont az, ami kikerül digitálisan, az meg egy másodtermék lesz. Az én azt tökre megértem, hogy például ez otthon kevésbé élvezhető, mint innen, vagy hát nem tudom, remélem.
De hogy ott valóban arról akkor úgy elterelődik a hangsúly. Meg nyilván egyébként megvágjuk, hiszen azt szeretnénk, hogy gyertek el, és együtt tudjunk idegeskedni. Szóval más lesz az, ami online utána kikerül. Igen, és ez pedig már a mi, hát nem is tudom, kulturális, vagy művészi, vagy tartalomgyártói koncepciónk és kalandozásunk. Hát kulturális és művészi, ez biztos, hogy nem, de tartalomgyártói. De hogy mi továbbra is azt és úgy fogjuk csinálni, ahogy mi szeretnénk, természetesen figyelünk arra, amit ti mondtok, mert ennek a műsor közönség nélkül nincsen, de mi pedig azt fogjuk csinálni, amit szeretnénk. Lehet ez egy ilyen végszó? Legyen ez. Muszáj már a legelején leszögeznem ennél a témánál, hogy csak abból csinálunk viccet, akit tisztelünk. Tehát amiben van, tehát Karinti óta tudjuk, hogy a karikatúra az csak az érdemes művészekre vonatkozik. Tehát, hogy ez semmiféleképpen sem sértő szándékkal készülnek az ilyen karakterbe helyezkedések, vagy hogy is mondjam, amikor kinevettünk valakit. De hogy nekem lett egy új szellemi vezetőm, lett egy új véleményvezérem. Képzeljétek el, hogy egy elég most induló és népszerű fiataloknak szóló oldalon lett egy olyan zsurnalista, akinek a mondatait bevallom őszintén, hogy kevéssé értem, de szeretném követni, és én azt hiszem, hogy nem vagyok elég okos hozzá. Úgyhogy most a tanult kollégámat szeretném megkérni, hogy segítsen értelmezni, és egy picit az én butaságomhoz lehozni ezeket a nagyon fennkölt témákat. Nagyon szívesen. Na most a figyelem, mint készség, a figyelem irányítása, fókuszálása, okos és megfontolt redisztribúciója tekintetében. Mit tudsz tanácsolni nekünk? Én? Tudsz-e segíteni? A kérdést kell lefordítani neked, vagy? Igen, hogy ez valami mit jelenthet ez, hogy a figyelem megfontolt redisztribúciója? Ezt most tőlem idézed? A csetcsoportok szocioergonómiai dinamikája ráerősít arra a vészjósló elképzelésemre, hogy az egész világ csupán egy hatalmas nagy iskola. Az én cikkeimben egy hatalmas nagy iskola, ahol én vagyok a hetes, és jelentenem kell, bár senki nem kérte. Ez nincs benne. De speciál. Szerintem mindent megveszünk, de semmit sem birtoklunk. Nagyon igaz. Tudod, turbulens viszonya van a generációmnak a tulajdonlással. Nos, amúgy én hiszek az írt műfajban. 2024-ben hiszek az írt műfajban. A Gutenberg galaxis óta tudjuk, hogy a hit, és ez a projekt számomra egy stílusgyakorlat. Egy terápiás jellegű kötelező elmélyülés. És a követőim kárpótlása azokért az ellopott percekért, amikkel magam is bentartom őket meglehetősen toxikus virtuális térben. Rettenetesen zavar, hogy az interneten mindig mindenkinek mindenről van és kell, hogy legyen véleménye. Hölgyeim és uraim, Turay Barnabás! Szívesen. Nektek. Barna, és amióta te ilyen kibaszott bölcs vagy, azóta így egyébként így jönnek ilyen olvasói levelek, és mondják, hogy annyira köszi? Rendszeresen. Azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy valóban ez egy kicsit anakronisztikus műfaj. Tessék! És hogy nem az írással kéne foglalkoznom, mint stílusgyakorlat, hanem kéne indítanom egy podcastet, amiben úgy tehetnék, mintha értenék a pszichológiához, és vájkálhatnék saját bizonytalanságom kapájával a közéletben mozgolódó emberek lelkében, és ehhez segítségül hívhatnám Hajós Andrást, aki valódi népszerűségével és páratlan
agilitásával validálná azt, hogy egy én olyanokat mondok a podcastben, hogy wow. És nem gondolod, hogy az élet tulajdonképpen pontosan erről a piszkos szenvedésről szól. Sajnos nem nézem, hogyha nincsenek ilyen szó szerint, nem tudok idézeteket mondani, de hogy szerintem mindenki a saját házat eljárása. Ez talán még mindig kellemesebb nézni és hallgatni, mint hogyha egy olyan írót, elemzőt, bölcsészt hallgatnánk, aki azt mondja, hogy nézd, az a szociokulturális utalás, amit a 17. Instagram videómban bemutattam. Még ugye a kezdetekkor, ezt nevezem én kék korszaknak. Ez az ergonómiai szorongás oldás tulajdonképpen az epikureista elmélet szerint talán az egész generáció... Egyébként tök igazad van, lehet, hogy bele kéne ezekbe a cikkekbe foglalnom valahogy egy rózsaszín lámát, és akkor ilyen tök ilyen, hello, tök fiatalos vagyok, én tök laza vagyok. Amúgy így nekem így a lelkizés az így nem para, mert hogy így itt ez a láma, és így tökre működik. Nagy tapsot kérek Turay Barnabásnak! A kurva anyádat! Két hetente a Refresher oldalán tudjátok olvasni ezeket a cikkeket. Ha akarjátok, de mindent elmondtam, higgyétek el, mindent! Borzasztó ideges vagyok attól, amikor középkorú nők, és ahogyan középkorú nők boldog születésnapot kívánnak egymásnak. De várjál, hogy kerülsz oda? Ez a méhünk szíve kör csoport női-női kör. Imádlak, te hülye kurva, te! Legboldogabb születésed napját, te bolond nőszemély! Te szeretem ember! Nincs még egy olyan erős, stramp kis nőci, mint te vagy! Belépsz a szobába, és mindenkit magaddal rántasz! Te egy igazi nagybetűs nő vagy, aki torkánál fogva két várra fekteted le az életet. Egy rockstar vagy a munkahelyeden, egy igazi főnök, eladónő. Otthon pedig egy nagybetűs mama tigris. Egy kölykeit védő oroszlán vagy. Köszönöm, hogy naponta tanítasz küzdeni, harcolni, és köszönöm azt a bölcsességet, amit a jelenléted sugárzik. Köszönöm, hogy megtanítod nekem elfogadni a nőiességemet. Egy vadmacska vagy az ágyban. A Zolkó tudna mesélni. Egy szakásnő a konyhában, és egy csodanő az életben. Csodanő? Egy igazi hősnő, egy ribi, aki mégis valamiért két lábbal áll a földön. Boldog születésnapod, Rebeka! Hali. Elnézést, passz meg! Én először meg szeretném kérdezni, hogy ilyen kutyások, macskások vagytok-e, van-e valami ilyen nagyon abszolút szeretett? Kutyás, abszolút kutyás, macskás, team abszolút kutya, macskás. Team köcsög. És, de akkor van is kutyád, gondolom. Van. És nagyon ilyen kutya... Puzi. Bocsánat, hazudsz. Hazudsz. Az, hogy a szüleidnek kertő. Van kutyája, az nem azt jelenti, hogy az... neked van jó. Kutyád. Tehát ez ugyanígy ez a diplomával is, Barna. Tehát, hogy... Jó, de azt most nem számít ebbe bele. Csak engem egy ilyen típusú ember nagyon-nagyon fel tud idegesíteni, akinek a kutya az a családtag. És ők, ez egy ember típus, és általában három dolgot szokott csinálni, az egyik, hogy a kutya a családtag, és azt mindig elmondják, hogy olyan, mint egy gyerek. Általában nincsen gyerekük, az a másik. Ez már általában.
A második az, hogy ők azok, akik oda jönnek hozzá, de az ilyen kutyafutató, meg ilyesmi, és ők elmondják, hogy az ő kutyájuk, az nagyon-nagyon a legjobb kajákat eszi meg, és utána elkezdik mondani, hogy ez a te kutyád, az ő mit eszik. Az a kedvence. És utána, és az a jó, én ezt úgy mondom, hogy nekem nincsen kutyám. Ja, jó. Nincsen kutyám, a barátnőmnek van, egy hétig vigyáztam a kutyájára, és azt hiszem kétszer vittem el sétálni az első két napon, és mind a kétszer megtaláltak ezek az emberek. És mondtam, hogy én ezt nem értek, és ők elkezdték magyarázni nekem. Volt olyan, hogy 3-4 órán keresztül beszéltem, vagy hát én nem beszéltem, egy nő beszélt hozzám a két tacskójával, és elmondta, hogy az ő tacskóinak van olyan etető tájuk van, ami fel van magasítva, hogy ne kelljen lehajolnia a tacskónak. Mennyire aranyos, annyira szeretem a tacskókat. Miért hosszú? Mi a funkció? Most olvastam egy cikket. Én nincs középen is két lábon megtartsa a hasat. Zseniális, imádom őket. 3 éve próbáljuk rávenni a szüleimet arra, hogy álljanak át a barf táplálása, ez a nyers táplálás. És nem tudom, hogy miért vannak ki azon, hogy ilyen nyers csirkelábak legyenek a fagyasztójukban, meg ilyen máj, meg belsőségek. De miért más faszával vered a csalánt, mert megint? Akkor legyen neked ez a hatlábú tacskód, és adjál neki te csirkelábakat. De tényleg, és akkor majd alhat a te ágyadban, és beszélgethetsz a lakóközösséggel ott. És nagyon szeretnék, és nagyon szeretném úgy elnevezni, hogy Barnabás. De miért? Mert szerintem egy fantasztikus név egyrészt, és szerintem nagyon vicces magamról elnevezni a kutyámat. Én attól kivagyok, hogy mostanában vannak ezek a János, Janka, Zoltán, ilyen kutyanevek, tudod, hogy nem, miért nem jó az, hogy Bobby meg Bajnok? Tehát, hogy tehát nem? Szerintem a legviccesebb dolog ilyen váratlan embernevekkel elnevezni, hogy így Vizsla, Tamás. Tamás! De hogyha jók, hogy Tomi. Enikő. És amúgy pont ennek a néninek azt hiszem az egyik ilyen tacskóját azt nem, Szintiának hívták, vagy valami ilyesmi. És úgy szólt neki, nagyon tetszett. Nem értettem ezt. Szintiká! Köszönjük szépen! Rettenetesen idegesít, amikor valaki Facebookon nagyon sok mindent oszt meg magáról, egyébként sok kalandba vesz részt, utazik, ilyesmi, és úgy mutatja be, mint egy ilyen egy regényt, egy naplót. Volt egyszer egy szalagavató. Jaj, de jó! Jaj, de jó! Volt egyszer egy görög ország, és nem tudom, hogy ez kinek jutott eszébe, és miért csinálják ezt az emberek, de én falra mászok tőle. De ebből le... Mitől voltál boldog, Márko, ezen a héten? Na most mi piercingesek? Az olyan, hogy amióta nekem piercingem van, tényleg jön szembe egy piercinges az utcán, és csak így egymásra kati. Tudod, mi tudjuk egymásról, hogy mi, és jó végre tartozni valahova, és én ezt nem fülbevalónak hívom, én ezt piercingnek hívom. Takarod, hogy vágod? Ennyike mi? Kajak. Tesi. Mi van, tesi? Az van, hogy ilyen telesoppos faszi fejed lett ettől, tudod? Hogy van az a látod, Gebi? Ezzel az aprítóval, mert kicsi darabokra tudod összeaprítani a sárgarépát. Valóban, Richard? Ez a fülbevaló valódi gyémántból készült, és most, ha most egyet megrendel, ajándékban még kettőt kap hozzá. A tavalyi világkiállításon kétszer nyerte el az év fülbevalója díjat. Jó van. Én attól voltam boldog, ha merik kérdezed, hogy... annyira örülök neki, és tényleg nagyon boldog vagyok attól, hogy a 6. kerületben, mint a penge úgy működik a köztéri szolgálat, és de, hogy... De te jársz ott, azt hiszem, hogy te nem mész át egyszer Pestre. Egyszer jártam ott, és többet és milyen elkaptak, elkaptak, ahogy a 100 forintos... Kerékbilincset kaptam, képzeld el, és ennek nagyon örülök, csak egy picit nem értem a kerékbilincset, mint logika. Tehát ide álltál, el sem mész. Tehát, hogy miért? Mert ugye pénzbe kerül leszedetni, de akkor miért nem büntet meg annyival többre, mint amennyibe kerülne levetetni azt a kurva bilincset? Nem akarja, hogy elmenjek? Tehát nem tudok arrébb állni a tilosból, bazd meg. Jogos, de van egy módszer, és ezt onnan tudom, még nagyon fiatal voltam, épp hogy befejeztem a gimnáziumot, és a nővéremnek pedig volt egy barátja, aki meg hát egy lazább csávó volt, meg már ivott, meg mit tudom, micsoda, és egyszer megbüntették kerékbilincsel, és vett nekem egy vasfűrészt,
és azt mondta, hogy na, most én ide bemegyek sörözni, te addig vágd le nekem ezt a kerékbilincset. Én meg már akkor is erős voltam és bátor, és levágtam az egészet, és nem nagyon gondolkodtam egy a miérteken, odaadtam így neki, bedobta a csomagtartóba, és így elhajtott, és aztán úgy később úgy eszembe jutott, hogy azért lehet, hogy ez, és megkérdeztem, és azt mondja, hogy de miért? Hát majd ha mondom, de mi lesz, hogyha megkérdezik, hogy hova tűnt a kerékbilincs? És azt mondja, hogy mi? Superman, párhuzamos univerzum, mit tudom én? Kijött a köztörös, elkezdett velem kiabálni, és mondtam neki, hogy uram, ne a hangját emelje fel, hanem a szavát. Úristen, hiszen esőtől Jézusom. Nő a virág, és nem a mennydörgéstől. Iratkozzatok fel az Index YouTube csatornájára, értékeljétek 5 csillagra a Spotify-on a podcastet, és kommenteljetek a YouTube videó alá. Gyűlölködő kommenteket. Gyűlölködő kommenteket, amit mi majd miniszterelnöki arroganciával fogunk mellőzni. Isten hozott, mikor visz? Unortodoxia! Magyar hangok. Vincényi Márkó, Vincényi Márkó. Turai Barnabás, Turai Barnabás. A felvétel Márkó és Barna stúdiójában készült. Márkó és Barna megbízásában.